mit ad ez a sport Szeged városának jelen pillanatban, azon kívül, hogy a Szeged 365 Family tagjai látják, hogy telt ház van, elképesztő, hogy mennyi sportoló van, libabőrös vagyok, megtelt judóval Szeged egyértelműen. Én azt gondolom, hogy minden sport nagyon jó, és imádok te egyébként tényleg minden sportot, de mint régi versenyszerű cselgáncsosként, nyilván nagyon közel áll hozzám ez a sport, és mint látjuk, nagyon nagy az utánpótlás is, és ez remélem, hogy meg is fog maradni, hisz ez egy csodálatos sport. Amellett, hogy fizikailag nagyon sokat ad a gyermekeknek, az edzők föl is készítik az életre a gyermekeket, mi is nagyon sok nevelést kaptunk, nem csak sportot, hanem az életre való nevelést. Igen, mondta a főtitkár is, a zsúdó főtitkár is, hogy igazából ugye emberileg is mennyit ad, hogy embert farag ugye a gyermekből 100%-osan. Valamint ugye most a Magyar Bajnokság mellett Rajkó Gyura emlékverseny is van, és én azt gondolom, hogy Szegeden, aki ismerte Gyulát, mindenki szerette, nekem is volt néhány évig edzőm, és nagyon sokat tanultunk tőle. Nagyon fontos a városnak, nyilván minél többen jönnek ide és jó hírét viszik a városnak, tényleg egy nyüzsgő közösség most ez a sportközösség is, és ugye tulajdonképp közel ezren jönnek, ha jól tudom, és mindenféleképp szeretném több mint ezer versenyző, és szeretném megköszönni Szabó Csabának mindenféleképp, minden fronton kiemelni, hogy olyan sok energiát és pénzt tesz ebbe a sportba, hogy ezt a közösséget egyben tartsa, és hogy legyen jövő generációja is ennek a sportnak, úgyhogy nagyon sokan köszönettel tartozom nekik.